A Grábóczi szerb ortodox kolostor és templom Magyarország egyetlen még működő szerb kolostora, Tolna megyében található. A forgatáshoz áldásos engedély kellett, s miután ezt megkaptuk Pantaleimon atyától, elindultunk a helyszínre. Grábóczi egy magyar-sváb falu, picinyke, alig 200 lelket számláló település, mely festői környezetben húzódik meg a szálkai völgyekben, Bonyháttól 10 kilométerre. Múltja több száz évre nyúlik vissza. A 14. században már bencés templom monostor volt itt. Romjait ma is lehet látni. Története is különös. A török időkben 1580-ban a Dalmát tengerpart egyik szerb kolostorából, a dalmáciai Dragovicsból 5 szerzetes elindult Pajszije igumen vezetésével, hogy a Dél-Dunántúlon korábban megtelepült szerbek számára kolostort alapítson és ellássa a paphiánnyal küzdő hívek lelki szolgálatát. 1619-ben Dragovics összes szerzetese áttelepült Grábóczra. A hely szelleme vonzotta ide őket, a patak mentén építették fából készült celláikat. Az ide menekült szerzetesek előbb fa templomot, majd kőtemplomot építettek, mégpedig Mórágyról származó gránit terméskőből és a helyben égetett téglából. A monostor a török uralom alatt álló Magyarországon jelentős szerepet töltött be a dél-dunántúli szerbség életében. A többször lerombolt, majd újjáépített monostor templom helyén 1736-ban kezdték el építeni a szerzetesi templomot. A ma is látható templom tornyával együtt 1761-ben készült el. Minden ortodox templom három része tagozódik, elül a szentély az oltárral, középen a férfiak része és hátul a női rész. Két részt elválasztó ikonosztázia, fából készült, aranyozott füstlemezzel borítva, apostolokat és profétákat ábrázoló képek, Vasili Osztat is szerb festőműve. Templom többi festészetét az ukrán Andrejev és az osztrák származású Frank Hofmann készítette. Három ajtó van az ikonosztázián, középen mennek a felszentelt személyek a szentélybe, királyt is beleértve, onnan kapta az elnevezést, hogy királyi kapu. Jobb és baloldali ajtókon kiszolgáló személyek mennek be, női személy csak felszentelt nővér mehet. Ami minden egyes templomoknál előírásként van, hogy a királyi kapu jobb oldala Jézus, balra Mária és fent a kereszt. Az ikonosztázia nagysága változhat, díszítése, de ez a három nem. Jobb oldalon Mária oltára, bal oldalon Szent Mihály Arkangyal templom védőszentjének oltára látható. Két ikontartó van, bal oldalon állandó Mária képe van elhelyezve, jobb oldalon mindenkor ünnep szentjének képmását helyezik el. Orgona nincs a templomukba, két kántori hely énekkel kísérik a szertartást. Egy szertartás másfél-két órai időtartam, állva hallgatják végig a hívek. Falak mellett azért vannak a pihenőszékek, idősebbek, fáradékonyabbak megpihenjenek. Egyedül a püspöknek van ülő alkalmatosság, a püspöki trón. Magyarországon mindegy 40 templom található, ennek az egynek van kupolája és a hátsó telkfal. Ennél az egynél van mennyezetig felépítve. Fönt a
kupola tetején a Szent Háromság az angyalok körében látható. Pilléreken az evangélisták, Máté, Márk, Lukács és János. Ablakok jobb és bal oldalán szerb szentek képei látható. Hátsó falon a jó cselekedeteket ábrázoló képek. Enni, inni adtál, befogadtál, ápoltál, eltemettél, öltöztettél, meglátogattál. Az ajtó fölött, ahol bejöttünk, a mennyország és a poklok, ábrázoló kép látható. Harmadik rész a női rész, szintén bibliai események a fal festményei, bent látható a keresztelő medence. Az ajtó fölött egy ikonfestmény, ami itt maradt a templomban, valamint a Mária oltár mellett van egy ikontartó, tehát egy Szent Borbála homlokcsontjának egy darabja, mint erekje. Szentendrei püspökséghez tartozik, belgrádi pátriárkához. 1585 óta a Grábóczi Kolostor a Kárpát-medence szerb ortodox papképzésének központja volt, mely azt is jelentette, hogy a völgységi kis faluból irányították Dél-Dunántúl szerb iskoláit, innen látták el szerzetesekkel a budai, a bácsi, a temesvári egyházmegyéket. Kolostorvezetőket adott a szerémség és Szlavónia területére, és volt idő, amikor a püspökök is innen irányították egyházmegyéjüket. A 19.-20. században a szerb kolostor és a fogyatkozó szerb lakosság egyre inkább csak különlegességnek számított. A szocializmus éveiben ide száműzték a bolgár ortodox egyház vezetőjét, a szófiai pátriárkát. A Grábóczi ortodox kolostor 1974-ig működött, ekkor halt ki az utolsó szerzetes, majd bezárták a templomot 20 évre, és szociális otthonná alakították át a kolostort. A 80-as években a műemléket helyreállították. 1994-ben került vissza az ortodox egyház tulajdonába. Azóta nyáridőben apácák élnek itt, szabályszerűen ájtatos és erényes életet élve. Krisztina és Mária nővér idegenvezetőként tevékenykednek. Télvíz idején azonban megüresedik a kolostor, csupán a pópa lakik itt egyedül, akit egy rövid időre láttunk is, de elzárkózott előlünk. A kolostor és templom feletti domboldalt is érdemes megmászni, a bozótosban tégla és kőtörmelékek nyoma. Ezek a 14. századi bencés zárda és templom romjait rejtik. Műemlékvédelem alatt áll a szerb szerzetesek temetője is, ahol még néhány 18. századi keresztet is láthatunk. De itt temették el, helyezték örök nyugalomra az apácákat is. Mindez mára már nagyon elvadult. A kútház 2012-ben lett felújítva, forrásvize adja a kolostor és a templom épületeinek vízellátását. Évente egy alkalommal Péter Pál ünnepén tartják a nagy búcsút, melyre Belgrádból, Szerbiából, Horvátországból, Kárpát-medence minden szerb vallású híve ellátogat.
Tolna megye leghíresebb emlékei közé tartozik az ország egyetlen éppen maradt szerb temploma és kolostora Grábolcon. Jelentősége túlmutat a megye határain. Egykor az egész Kárpát-medencei szerbség szellemi és vallási központja, a szerb kultúra a ténye volt.